Egy újabb témával folytatjuk, ahogyan ígértem már, a Hargita megyei turizmus lesz itt a központi témánk a következő percekben. Rövid összefoglaló következzen erről. Május 2-áig várjuk a jelentkezőket erre a kiírásunkra. Eddig 114 Hargita megyei vendéglátóegység vagy szolgáltatást nyújtó szervezet igényelte a Visit Hargita Family Friendly minősítését, erre további jelentkezőket várnak. Hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol a megye turizmusának népszerűsítésére vonatkozó döntéseket ismertették. Többek között a bányászati bevételekből származó jövedelmet ajánlotta fel Hargita megye tanácsa a turizmus fejlesztésére. Tavaly a borszéki Fontana Wellness befejezéséhez és elindításához, valamint turisztikai destinációhoz, népszerűsítéséhez járult hozzá az intézmény ebből az összegből. Ebben az évben is ezt csináljuk, keressük ezeket a fejlesztési lehetőségeket, akár terben van ugye az új Visit Hargita applikáció, amit szeretnénk most már teljesen kiteljesíteni, hogy egy telefonon keresztül el lehessen írni akár a szolgáltatásokat is, de hát beszélgetünk további olyan fejlesztésekről, ami én bízom benne, hogy fogják hozni a turistákat. Hargita megye imás filmjére is pályázatot hirdetnek, hangzott el a sajtótájékoztatón. A videókat július 28-áig várja a Visit Hargita csapata, az első helyzet 1500, a második 1000, a harmadik pedig 500 euró jutalomban részesül. Köszöntöm itt Bíró Barna Botondot, a Hargita megyei tanács alelnökét, aki interneten keresztül csatlakozott hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Alelnök úr, itt láthattuk az összeállításban, ugye, hogy tervben van egy imásfilm elkészítése is, amit megpályáztatnak. De kezdjük talán azzal, hogy az egészségturizmus éve van Hargita megyében. Mit fed az, hogy az egészségturizmus éve? Melyek azok a látogatható turisztikai célpontok, amelyek megfelelnek az egészségturizmus kategóriának? Azzal kezdeném, hogy a szerkesztő azt mondja, megengedi, hogy miért is van egészségturizmus éve. 2020-ban, amikor a pandémia betört ide hozzánk is, akkor azt láttuk és azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan kell kommunikáljunk egyrészt a turisztikai vállalkozókkal itt Hargita megyében, másrészt pedig folyamatosan kell kommunikáljunk magunkról az ország többi megyei fele, annak érdekében, hogy ne felejtsenek el bennünket. Ezért meghirdettünk pár olyan versenyt, ami ezt segítette. Egyik a családbarát minősítéseknek az átadása és a megszerzési lehetősége. Másrészt pedig azt láttuk, hogy ha hatékonyan szeretnénk népszerűsíteni Hargita megye turizmusát, akkor érdemes dedikált éveket tartsunk. A tavaly kezdtük ezt el, a tavaly a gasztronómia éve volt, és idén ezt folytatva az idéni év az egészségturizmus éve. Azért is, mert Hargita megye egy olyan megye, ahol a három térséget, Csík, Gyergyó és Udvarhelyszéket össze kell hangolni a fejlesztésekbe, és össze kell hangolni a népszerűsítésben is a turizmus esetében. És azt látjuk, hogy mindhárom térségben van egy olyan húzó erő, egy olyan destináció, ami egészségturizmus szempontjából lehet, ahogy szokták mondani, a Lándzsa hegye. Udvarhelyszéken ez Parajd, hiszen ott van a Sóbánya, a Sós Wellness, a strand és emellett a támogató szolgáltatások, Csík térségben Tusnádfürdő, és Gyergyó térségben pedig Borszéken a Fontána, amit a tavaly decemberben sikerült átadni. De emellett mi arra vállalkoztunk, hogy az egészségturizmust ne a szűk, meghatározott értékében tekintsük, hanem kiterjesszük mindenre, ami kicsit is az egészségturizmus alá bekerülhet. Így akár a székely termék is, hiszen egészséges bio ételek és termékekről van szó, ez is bekerül. De hogyha azt nézzük, hogy fizikai egészség, akkor nyilván ami víz, az ásványvizektől kezdve, a wellness turizmuson át, a fürdőkig, a sósdézsákig minden ide tartozik, és a lelki egészségnek a fenntartása és megerősítése is ide tartozik, ami a zarándoklatokat, akár lovas, akár gyalogos zarándoklatot magába foglalja.
Itt, ahogy említette, a családbarát helyek és intézmények, térségeknek a minősítését, ugye, amit tavaly kezdett el Hargita megye. Most itt az a kérdés számomra, hogy az egészség területén is egyfajta ilyen minősítési rendszert fog bevezetni a megye, és bizonyos szolgáltatások, intézmények megkaphatják ezt a minőséget? 2020-ban kezdtük el, és már azzal büszkélkedhetünk, hogy több mint 140 ilyen családbarát minősítéssel rendelkező szolgáltatás, vagy szálláshely, vagy vendéglátóegység rendelkezik, vagy létezik Hargita megyében. Ez egy folyamatos verseny gyakorlatilag. Ez hozzásegíti a szolgáltatókat, a turisztikai aktorokat ahhoz, hogy könnyebben, professzionálisabban tudják magukat népszerűsíteni, reklámozni, hirdetni. És azt láttuk, hogy miért kezdtük el a családbarát tanúsítványokat odaítélni, azt láttuk, hogy egyrészt a megye alkalmas erre, hiszen amellett, hogy zöld és természetközeli lassú turizmusra, bakancsos turizmusra alkalmas, emellett a családok számára nyújt egy megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Másrészt pedig azt láttuk, hogy a nemzetközi trendek és tendenciák is azt mutatják, hogy azok a turisták, akik családdal vagy egy csoporttal szeretnének ellátogatni egy desztinációra, már követelmény kezd lassan lenni az, hogy családoknak megfelelő szolgáltatások legyenek. Mondok egy példát is, az, hogy egy vendéglőbe van egy olyan kialakított sarok, ahol a gyerekek külön játszhatnak, külön rajzolhatnak, színeznek, de van több ilyen lehetőség is. Itt említette ön a sajtótájékoztatón is, aminek keretében bejelentették ezt a pályázati lehetőséget is, hogy a belföldi turisták száma ugye az idegenforgalom tekintetében gyakorlatilag a legnagyobb Hargita megyében is, mint az ország sok más területén 90%-os a belföldi turistáknak az aránya. Hogyan lehet ön szerint ebből kilépni, illetve nyitni külföldi turistákat is nagyobb mértékben bevonzani, akár Hargita megyébe? Az országos adatokat, hogyha nézzük, akkor 2021-ben körülbelül 8.530.000 belföldi turista mozdult meg és vette igénybe a szolgáltatásokat, és külföldről érkező turista csak 843.000. Tehát látszik, hogy 91%-os az aránya a belföldi turizmusnak a külföldről érkezőkhez viszonyítva, de mondok még, ez egy picivel még rosszabb, ha az elköltött pénzt is nézzük, mert akkor 91,4% a belföldi turizmus aránya, és hogyha azt is megvizsgáljuk, hogy annak az arányát, hogy hányan érkeznek külföldről Romániába, illetve hányan mennek Romániából külföldre, ennek van egy 9,9%-os deficitje, ami azt jelenti, hogy többen mennek Romániából külföldre nyaralni, mint ahányan jönnek külföldről. Ez egy nehéz helyzet, hogyha Hargita megyét külön szeretnénk kezelni, mert mint turisztikai desztináció, önmagában a nemzetközi térképen vagy porondon Hargita megye túl kicsi. Minimum, ami megfelelő nagyságú lenne, az Erdély, és én azt látom, hogy erre ad lehetőséget az a törvénykezési módosítás, amit a tavaly léptettek érvénybe, és ez a turisztikai desztináció menedzsment rendszerének ad lehetőséget, ami a helyi turisztikai desztináció menedzsmentek, a megyei, a régiós és az országos így lépcsőzetesen épül egymásra. Én azt gondolom, hogy Romániának, és erre most látunk elképzelést, hiszen van a turisztikai minisztérium oldalán egy új középtávú stratégia, Romániának sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektessen egyrészt a turisztikai infrastruktúrának a kiépítésére, másrészt a szolgáltatások diversifikálására, közlekedési infrastruktúra kiépítésére, és fontos lenne az, hogy egy komoly ország imázs építés is történjen a turizmus területén. Van egy olyan világgazdasági fórum által végzett lista, rangsor, ami 140 országot rangsorol, és ebben Románia az 56. Ahhoz, hogy ezt viszonyítani tudjuk, azt kell megnézzünk, hogy a körülöttünk lévő országok mindelőttünk vannak. Például Magyarország a 41., Bulgária a 49., Csehország a 37.
És érdemes azt figyelembe venni, hogy amiket én az előbb felsoroltam, azokban vagyunk mi a leggyengébbek, vagy a legkevésbé jók, és amiben jók vagyunk, az a biztonság, a gazdasági környezet, a versenyképes árak, a természeti erőforrás és a kulturális erőforrás. Tehát megvannak azok az erőforrásaink, amire lehet építeni, a hiányosságainkból lenne szükség egy picit lefaragni. Mindenképpen a turizmusról nem lehet úgy beszélni, hogy kiemelünk egy megyét, és a nemzetközi porondon mi be tudjuk vonzani a külföldről érkező turistákat. Ha az országba bejönnek, akkor igen. Ön ugye említette, és hát most is úgymond itt szakítottam félbe, hogy a külföldi turistákat régióként Erdélyben gondolkodva lehetne és kell megszólítani, sokkal nagyobb az esélyre. Egy székelyföldi turisztikai konferencián hangzott el az, hogy minőségi szintre lépés, közös márka felépítésére, valamint ugye egy 21. századi menedzsmentre van szükség ahhoz, hogy székelyföldi turizmusról tudjunk beszélni. Ennek ellenére ugye önök Hargita megyeként egy imázs videó készítésére indítanak pályázatot, hirdettek meg pályázatot. Szóval akkor ezzel mi a cél? Mit lehet elérni Hargita megyének önállóan? Köszönöm szépen a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen azt érdemes látni. Két részre osztanám a mi tevékenységünket. Mint fejlesztési társulás, mert itt a Visit Hargita fejlesztési társulásról beszélünk, nekünk a lehetőségeink korlátozottak a megye határain belülre, ugyanígy Kovászna és ugyanígy Maros megye fejlesztési társulása is, viszont emellett van egy olyan közös gondolkodás, ami már néha-néha közös cselekvésé is tud alakulni, amit majd elősegíthet a regionális turisztikai destináció menedzsment létrejötte, hogy ezt egy magasabb szintre emeljük. Mi Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai társulatai, úgy dolgozunk, hogy nekünk megvannak a saját célkitűzéseink, de megpróbáljuk ezeket konzultálni a szomszéd megyékkel, és megpróbálunk közös célokat is meghatározni. Van egy olyan, hát nem jogi formában, de működő egy konzultatív turisztikai destináció management cluster, ami havonta tart üléseket, és ezeken az üléseken mi a jó példákat, illetve a veszélyeket is meg szoktuk beszélni. Hogy miért hirdettünk mi imásfilm versenyt? Azért hirdettünk, mert nekünk célunk az is, hogy a Hargita megyei kreatív embereket, cégeket bevonjuk a turizmusnak a népszerűsítésébe. Ez jelenti egyrészt az a családbarát, vagy family friendly tanúsítvány is, amit odaítélünk. De mi az influencereket, amikor hívjuk, akkor is úgy szoktuk végigvinni a megye fontos turisztikai desztinációin. Bevonjuk ebbe a helyi aktorokat, bevonjuk ebbe a vendéglátósokat, bevonjuk ebbe azokat a turisztikai vállalkozókat, akiknek segíteni tudunk, és ők is segítenek. Tehát mi a költségeket is úgy szoktuk megállapítani, hogy ebbe mindig a vállalkozók is a maguk részét mellé teszik. Az imásfilm készítés kapcsán egy percünk van, de kíváncsi vagyok, hogy ugye nem csak Hargita megyeieket várnak erre a pályázati felhívásra. Nem csak Hargita megyeieket várunk, de Hargita megyéről szeretnénk egy imásfilmet, és hát nyilván egy olyan imásfilmet, ami dinamikus, megfelelő minőségi képanyaggal rendelkezik, szöveget nem kérünk mellé, hiszen azt szeretnénk, hogy ezt akár külföldön, akár belföldön tudjuk majd használni. Így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Sok sikert a továbbiakban Hargita megyében is önöknek. Viszontlátásra! Köszönöm szépen, viszontlátásra!